Férfi és női ifjúsági kosárcsapatok játszanak az osztott pályákon a Sipkai Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tornatermében a sportnapok első napján. A hetedik alkalommal megrendezett esemény sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt években átlagosan 40 középiskola több mint 90 csapata versenyzett egymással a három csapat sportágban. Az idei évben közel 40 csapat jelentkezett a mostani bajnokságra, 17 kosárlabda csapat, 18 röplabda csapat, valamint közel 30 labdarúgó csapat méri majd össze a tudását itt Nyíregyházán az elkövetkezendő három napban. A megyei gyermek és ifjúsági önkormányzata, központi ifjúsági egyesület, valamint több megyei sportszövetség által szervezett sportnapra többek között Máté Szalka, Fehérgyarmat, Tiszavasvári és Újfehértó oktatási intézményeiből is érkeztek diákok. Azzal a céllal indítottuk a programot, hogy itt Szabolcsnál Berem megyébe a megyei középiskolás, illetve általános iskolás labdarúgó, röplabda, amit kosárlabda csapatok összemérhessék a tudásukat. Amit különleges ez a program, hogy nem csak középiskolás és általános iskolás fiatalok jelentkezhetnek rá, várjuk emellett különböző sportegyesületeknek is a jelentkezését. A résztvevők között akadtak teljesen kezdők és olyanok is, akik már több éve sportolnak rendszeresen iskolájuk csapatában. Elindult az iskolában egy ilyen kosárlabda csapat a lányoknak, és a tanárunk régebben is indította az iskolát, és most, hogy megint van csapatunk, így ismét elindította az iskolát ezen a rendezvényen. A megyei sportnap csütörtökön a röplabda bajnoksággal, pénteken pedig a labdarúgással folytatódik a Veselényi Miklós gimnáziumban és a Bencs László szakközépiskolában.